Meghalt Mátyás király, oda az igazság, mondják a legendákban. Meghalt Mátyás király, oda Európa, mondhatnánk némi keserűséggel, ha visszatekintünk arra az 500 esztendőre, ami Mátyás király halála óta éppen eltelt. Mert hiszen az ő uralkodása idején Magyarország még Európa számottevő országa volt. Most viszont ismét az a vágy vezérel bennünket, hogy visszatérhessünk Európa szívébe. Erről beszélgetünk majd vendégeinkkel, miután megtekintettük egy korábbi, a Ljubljanai Televízióval közösen készített produkciónk részleteit. Mátyás király ottan alussza álmát a Pecahegy bendőjében. És mindaddig aluszik is, amíg hosszú fehér szakállak kilencszer körül nem növi az asztalt. Amikor aztán kilencszer körül éri az asztalt a szakállak, felébred Mátyás király vitézeivel együtt is a szlovén földre, újból fényes aranykor virrott. Hiszen a nagyapám, meg az ő nagyapja is, csak úgy, mint minden öreg koroskói, mindig azt hajtogatta, hogy bizony Mátyás király, ami aranykorunk. Igen, Mátyás. Mert hát jó ember volt, és mint király is igazságos, meg jóságos. Aranypészt veretett, más pészt akkoriban nem is láttak. No hát azért is volt az az igazi aranyidő. És Mátyás király szlovén király volt bizony az, mert hát a nép maga választotta meg őt királlyá. Várának kapui nyitváltak, és minden szegény ember bemeltett hozzá, és kéretett magának igazságot. De mivel a jó király gazdag ember volt, ezért hát nem csoda, hogy volt neki sok-sok irigye is. Aztán ezért bizony egyszer csak annyi tenger sok ellenség támadt ellene, mint tarlórépában a kukac. Ha akarjátok, elmondom nektek, hogy kik voltak az ellenségei. A többi ország királyai, azok támadtak Mátyásra. És a véres csaták után szegény Mátyás királynak nem maradt több, mint 100 hűséges vitéze. De ő rajta a királyon nem fogott se nyíl, se kard, őt bizony nem ölhették meg, mert őt pajzs védte, az igazság pajzsa. Menekülése közben már-már foglyul ejtették, amikor egyszer csak a Pecahegy aljában szétnyílt egy szikla. És nagy hirtelen magába rejtette Mátyás királyt és valamennyi vitézét. Az ellenségei nem találták meg. Ott él Mátyás a vitézeivel együtt, és amint már mondottam, amikor fehér szakállak kilencszer is körülfonta már a kőasztalt, ami mellett szunyókál, a Pecahegy újból megnyílik, és az egész szép Szlovéniában ő uralkodik majd örökké. Figyelj csak, mondok neked valamit. Nem fogod elhinni, abban biztos vagyok. Tudod-e, hogy ki volt ez a mi legendás királyunk, Mátyás király? Hm? Nem más,
mint a magyar Korvin Mátyás. Mátyás király, ebben a barlangban? Nem hiszed, pedig itt van. Itt kell lennie. Elolvashatod. Sok könyvben megírták ezt már. Így kell lennie. Hallgass ide, hogy mi volt, és mi nem. Azt ugye, a nagyapám, ha 1000 évet élt volna, se tudta volna minden mesélni. Pedig mondott róla 100 mesét is. Az egyik arról szólt, hogy megverte a császár, vagy túljárt a török esély. Hány ilyen mesét hallottam tőle. De tudod, nekem az öreg apám mindig azt mondogatta, hogy Mátyás, Mátyás igenis a mi királyunk volt. Sokat mesélt az Ángyikám is Mátyás királyról. De nem csak Mátyásról, meg a Pecahegyről, hanem egy barlangról. A Posztonyai barlangról. Ahol Mátyás király magával az Istennel verekedett. Ezután, a mese után nem mertem én bizony még aludni se. Élt egyszer Mátyás király, a legerősebb, legbátrabb uralkodó minden királyok közül. Harcban állt ő minden királlyal és császárral, és egytől egyik mindeniket le is győzte. Mert nem tudott ő háborúság nélkül meglenni. Állandóan csak vagdalkozni akart. Egyszer aztán így szólt magában. Mindenkivel harcoltam már. Mindenkit legyőztem. Senki nem mer kiállni velem. Csak Istennel nem verekedtem még meg. Jól van, Mátyás király. Kiállok én te vélem. Amikor harmadszor lesz teli hold, legyél a Posztonyai barlangban. Ott fogunk megverekedni. Amikor harmadszor jött föl a teli hold, beragyogva Posztonynát, Mátyás király csillogó arany ruhájában megérkezett. Így várta Istent. És akkor megremegett a föld, zengett az ég, és a hatalmas hegy maga alá temette Mátyás királyt. Itt van ő most is. De nem halt meg. Csak alszik. És hívásra vár. Amióta alszik Mátyás király, oda az igazság. Az emberek azóta sírnak és jajgatnak. A magasadók. A szüntelen sanyargatások miatt. A gonosz lesz úrrá a földön, és egyre több véradót követel. Az emberek egymás ellen fordulnak, és nem becsülik meg egymást. Az Antikrisztus uralma lesz ez az idő. De ekkor majd fölébred Mátyás király, fölkél hatalmas had élén, hogy megsegítse az embereket. Kegyetlen lesz a harc, és kevesen élik csak túl. Olyan kevés ember marad életben, hogy a hegyekben tüzet gyújtanak majd, hogy megláthassák egymást. De a világ megjavul, és ha két ellenség összetalálkozik, barátként ölelik meg egymást, olyannyira megörülnek a találkozásnak. És az öldöklő rettenetes háborúság után, amelyben Mátyás király legyőzte a gonoszt és leverte minden ellenségét, csak egy mérték lesz, egy hitvallás, egy junyáj és egy pásztor. Nem hittem a szememnek. Szlovéniában, fenn a hegyekben van egy kivilágított Mátyás király szobor. Aztán kiderült, hogy öreg favágok még mindig beszélnek Mátyásról. Sőt, a mai napig írnak róla drámákat, elbeszéléseket. Vajon miért tisztelik nemzeti hősként a szlovének is a mi Mátyásunkat? Hát nézze, itt vannak a kortársak írásai, krónikái. Nézzük meg, mit ír róla Bonfini mester, őt még Mátyás maga bízta meg a magyarok történetének megírásával. Mátyás mindig mindenki szeme láttára forgolódott, nyíltan, jóságosan hallgatott meg mindenkit,
Nyilvánosan lakomázott és beszélgetett is. Ez a negyedik rész, nyolcadik könyvének a befejező része. Úgy vélte, hogy csak a rúd tettekhez illik a homály, míg a tisztességes életnek a világosság nagy díszére válik. Mindenkit könnyen bocsátott maga elé, kívánságukat nyomban teljesítette. Nem halogatta a kérelmezők reményének teljesedését, de nem is intézte mindenféle udvarnéprendein keresztül, hanem egyedül maga adott, intézett, fizetett ki mindent. Ellenségei megbosszulta magát, barátait viszont ajándékokkal nyerte meg magának. Nem neheztelt a nyílt beszédét, de kinevette a kérkedőket. Csak a maga erényével szerzett dicsőséget fogadta el. Ez az 1489. augusztus 19-i hagyatéki rendelkezés. Mivel tudtunkra esett, hogy a leányka más elhatározásra jutott, és immáron nem óhajt az ifjú Juszt Jánosnak felesége lenni, akként döntöttünk. Neczpáli Zsófi Turóc vármegye vezető emberei előtt maga határozza meg, ki légyen leendő férje, és maga döntse el, hol óhajt lakni, tartózkodni a jövőben. Sokáig harcolt igen szerencsésen a törökkel, és itt nagy nevet szerzett magának. De látta azonban, hogy ezzel szemben már nem sok sikerre számíthat, mert a török szárazon és vizen nagyon hatalmas. Most a sérelmek miatt talán nem is akaratlanul fordította fegyverét a másik császár ellen, gondolva, mint hogy kisebb az ereje, azzal szemben nagyobb sikerrel harcolhat. Jól tudta, mennyi dicsőséget és hírnevet nyerne magának, ha mindkét császárral dicsőségesen megküzdene. Növelte kedvét a háborúsághoz Ausztria szépsége. Tudta, hogy sok gazdag, büszke városa van, melyekben gyönyör és emberi élvezetek ütöttek tanyát. A csábító bécsi élveket sem fel... Nem szolgálhatott. Nem bántottam egy szomszédot sem. Ha csak megtorlás nem tette szükségessé rablásaik, betöréseik miatt. Csupán... saját főuraimra támadtam. Jogos háborúval, mert megtagadták a törvényes engedelmességet. Örökös háborúm a törökkel, mert nem tűröm, hogy a keresztény világ egyéb országaira veszedelmet vigyen, vele szüntelenül hadakozom. A csehek ellen, a pápa és a császár állandó leveleitől zaklatva, akaratom ellenére indítottam háborúságot, a dögvészes eretnekség miatt, a császár ellen a megígért, de meg nem adott császári támogatás miatt. Hatalom vágynak, mérhetetlen nagyratörésnek nevezhető ez. Magad ítéld meg. Nem uralom vágy ez, de vágyakozás dicsőségre és halhatatlanságra. Mert megvallom, erre törekszem. Ez minden fejedelemnek kötelessége. Különben tudd meg, Mátyás mindig nagyon szerette a békességet, egyetértést. Mindig erősen törekedett barátságra, szövetségre. Nem utasítottam vissza semmiféle feltételt, melyben nem volt gyalázat vagy súlyos kár. 1400 fölött a 88. és 89. évben az egész földkerekségről számos követ érkezett Mátyáshoz. Oly híre volt nevének, hogy az egész világ tisztelte és félte. Az időben a magyarok betörései miatt a stájerek és a karintiaiak gyakran kénytelenek voltak a békét megvásárolni. Sőt, a tartományok fejei, főurak, apátok, püspökök és prépostok a császári követtel eljöttek Bécsbe, hogy a királytól megvásárolják a békét. Bízom az isteni és emberi igazságosságban. Bízom abban, hogy hatalmas igazságomat megóvja az ég, s mindenképpen megvédelmezhetem magam igaztalan követelések ellen.
ígérem és fogadom, hogy közben önként megteszem mindazt, amit a béke érdekében igazság szerint tennem kell. Ha megtagadják a békességet, álhatatosan megvédelmezem igazságomat és az annyi vére szerzett országokat. Ha kell, nem csak a meglévő erőmmel, hanem mások segítségével is. Művészeteket Mátyás nagyon is tápolta, támogatta, arra törekedett, hogy Pannonia második Itália legyen. Mindenünnen felfogadta a jeles embereket, bármi volt a mesterségük. Kedvelte a csillagászokat, orvosokat, matematikusokat, törvénytudókat. Jól van. Folytasd. Visegrádon a régi királyok magashegyi várát és az alatta fekvő palotát úgy megnagyobbította, parkokkal, vadaskertekkel, halastavakkal úgy ékesítette, hogy ennek az építkezésnek a pompája még a többiét is felülmúlta. A berendezés fényűző, az ebédlők tágasak, a folyosók stukkóval díszítettek és az ablakok pompásak. Függőkertek voltak itt, és vörös márvány medencével, bronz ülőhelyjel díszített szökőkutak. A budai várat, ahol Zsigmond nagyszerű építkezéseink kívül semmi megtekintésre méltó nem volt, kezdte kiépíteni, különösen a belső palotát. A Dunára néző részen kápolnált emelt víziorgonával, s márványból és ezüstből készült kettős keresztelőkúttal. A délre néző palota részekben tágas ebédlők, fényes előszobák és hálószobák vannak, az ajtófélfák berakásokkal ékesek, jeles művűek a kandalók, tetejükön számtalan szobor van, lent tárházak és kincstár. Padló többnyire négyszögletű tarka kövekből, néhol földviasszal égetett téglákból van kirakva, szerte hideg és meleg fürdőszobák találhatók, az udvar közepén márvány medencében érckút áll, a kutakhoz a Dunából vizet vezettetett. Könyves házat is épített, dúsan rakva latin és görög könyvekkel. A könyvek kiállítása is pazar. Korvináinak nem egy példányát a Buda-Szentlőrinci pálos barátok festették, de vásárolt drága könyveket egész Európában. Amikor később Pietro Medici értesítette atyát, Lorenzót, a Magnifico-t, Mátyás haláláról, ez így kiáltott fel. Meghalt Korvin Mátyás, olcsóbbak lesznek a könyvek.
Mátyás budai műhelyeiben dolgoztak ragúzai, trogiri kőfaragók, építészek, csak úgy, mint budaiak Ragúzában. Találunk kőfaragásokat Budán, Pécsett, Esztergomban, Diósgyőrött, Siklóson, amelyeket elképzelhetünk a trogiri Duknovics vagy a sibeniki Giorgio Dalmata munkájának. Uralma alá eső területeken erősítette, szépítette a várakat, városokat. Ahol építtetett, rendszeresen elengedte a városi polgárok adóit. Számtalan birtokát zálogosított el, hogy megerősítsék Belgrád, Zágráb várát, több várat Szlavóniában, és hozzájárult a zágrábi új domonkos kolostor költségeihez is. Mátyás utasította a ragúzaiakat, hogy fát szállítsanak Pocsitej megerősítésére. Miután megvette Jajcát és Sabácvárát is a töröktől, mindegyiket újjáépítette és megerősítette. Mátyás udvarában több tucat ötvös művész is dolgozott. Név szerint legalább 30-at ismerünk. Ezeknek magas jövedelmük volt, legtöbbjük szép házat is tartott fenn Budán. Kedvenc ötvös mestere Martinus Cotta de Toledo volt, de dolgoztak számára velencei, ragúzai, körmöci, bécsi ötvösök is. Kárpitok és miseruhák tanúsítják, hogy Mátyás kapcsolatban állt kora legnagyobb festőivel is. Az egyik hímzett kereszt Botticelli rajza után készült, egy másikon Filippino Lippi rajzai valósultak meg. Valószínűleg Leonardo da Vincitől is rendelt Madonna képet. A nagy festő Trattato della Pittura című művében írt is Mátyás művész ízléséről. Remek portréját festette meg Andrea Mantegna, aki szoros barátságban állt Janus Pannoniusszal, Mátyás kiváló költőjével, és Galeotto Marzioval, udvari humanistájával. A műsort együtt néztük végig vendégeinkkel,
Barta Gábor történésszel, a Történeti Intézet munkatársával, a pécsi Janus Pannonius Egyetem történelem tanszékének tanárával. Kubinyi András régésszel, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárával. Kulcsár Péter irodalomtörténésszel, az egyetemi könyvtár főigazgató helyettesével, és Boda Miklóssal, a Baranya megyei könyvtár főmunkatársával, aki a kor kutatója, ismerője. Egyetlen gondolat köré csoportosítanánk a beszélgetést. Mátyás idejében Magyarország jelentős ország volt Európában. Halála után ezt a jelentőségünket elveszítettük, és mai törekvésünk az, hogy visszatérjünk Európa szívébe, mik azok a tanulságok, amelyeket hasznosíthatunk Mátyás uralkodása idejéből. Annak az illusztrálására, hogy Mátyás idejében Magyarország mennyire benne volt Európában, és milyen európai hatalmasság volt, illetve annak az illusztrálására, hogy milyen gyorsan, milyen radikális bukás következett aztán be, azt hiszem elegendő, hogyha két térképet helyezünk egymás mellé. Az egyik ábrázolná Magyarországot 1490-ben, Mátyás halálakor, a másik mondjuk úgy 100 évvel később. Az észak-déli keresztmetszete az országnak akkor Belgrádtól körülbelül kis híján Berlinig ért. A másikon a keresztmetszet olyan keskeny, egészen vékony kis csík, félhold alakú csík az országnak az északi részén, ami Európa térképe jóformán alig látszik. Erdély ugye akkorra már elszakadt, és hát azóta is csak egy egészen rövid időre tért vissza. Ezt azonban nem csak ma 500 év távlatából tudjuk megállapítani, hanem érdekes módon a kortársak is fordulópontnak érezték Mátyás halálát. Váradi Péter, a kalocsai érsek, akinek pedig minden oka meg lett volna az optimizmusra, mert Mátyás börtönbe csukta őt, és csak a halála után volt olyan szerencsés, hogy kimenekülhetett, 1491-ben a következő néhány mondatban jellemzik Magyarországnak az akkori helyzetét. Minden gonoszság szerzőjének az ördögnek bújtogatására mindenütt csak széthúzás, veszekedés, gyűlölet tombol őrjöngve. Futunk, rohanunk az örvény felé, mondja, ismétlen már 1491-ben. Ahogy aztán Mohács felé közeledtünk, az örvényhez, az örvény széléhez egyre közelebb értünk, és az 1520-as években, hogy egy akkor nevezetes poétát, Nagyszombati Mártont idézzem, Mátyásnak már ez az emlékezete élt a közvéleményben. Ő tudná egyedül fenséges erővel az ország régi dicsőségét visszaszerezni megint, mondja róla Nagyszombati Márton 1523-ban. Hát ekkor még úgy látszik élt valami remény arra, hogy a régi dicsőséget esetleg visszaszerezhetjük valaha, de ez aztán Mohács után szerte foszlott, és hát, hogy egy másik költőt idézzek, azóta is ugye az éj homályában késik. Én azt hiszem, hogy ez a Mátyás legenda valamivel később keletkezett, bár tényleg Nagyszombati Mártonnál már megvan ennek a kezdete, és már a Mohácsi csata utáni időben válik aztán teljesen elterjedté. Érdekes módon Mátyás uralkodása alatt éppen az ellenkező hírek voltak. Gondolok arra, hogy a Dubnici krónika a 1470-es években Mátyás adóztatása miatt kesereg, de amikor meghal Mátyás, akkor például az általa elfoglalt Sziléziában is az emberek örömünnepeket ülnek, és így tovább. De azt hiszem, hogy itt egy nagyon érdekes dologról van szó, amikor mi az adózást említjük. Valóban Mátyás egy nagyon magas adókulcsot vetett be, gyakorlatilag az adó teher az ötszörösére növekedett Mátyás alatt. Igaz, hogy a parasztságnak egy része ezt ki tudta fizetni, és mellette tudott kereskedni. És ezzel már itt kapcsolódnék egy kicsit ahhoz a témához, hogy Magyarország Európában ebben az időben. Érdekes módon Magyarország gazdasági helyzete Európában a középkorban hasonló volt, mint a mai. A nyers termékek részben bányatermékek, elsősorban a rész, de még ennél talán nagyobb
jelentősége volt a magyar húskivitelnek, és kisebb mértékben a borkivitelnek, és ezzel ennek fejébe az országban iparcikkek jöttek be. Nem gondolunk arra, hogy a német birodalomnak egész déli felét, az egész középkorban, de pontosabban véve a 14. század második felétől kezdve Magyarország látta el hússal. Ha arra gondolok, hogy például Magyarországban akár egy marhavész, akár egy királyi intézkedés folytán nem jön ki a marha, akkor pillanatokon belül Nürnbergbe fölmennek az árak, és ebből különböző belső problémák vannak. Ugyanez a helyzet például Olaszországban is, mert Észak-Olaszországot, elsősorban Velencét szintén a magyar hússal látták el. De azt hiszem, hogy még egyet azért kell említeni, nem csak a gazdasági szerepét Magyarországnak ebben az időben, hanem azt, amire itt az előző filmben is láttunk adatokat, azt a hatalmas kulturális szerepet, amit Magyarország ebben az időben betöltött. Mátyás egy olyan reneszánsz és humanizmus pártoló politikát végzett, amelyiknek a folytán Európában mindenütt ismerték a nevét, győzelmeit szintén természetesen ismerték, hiszen a humanista írók propagálták is Mátyás tevékenységét. Nem akarok hosszan beszélni, csak egy példát szeretnék említeni. Philippe de Comines, 14. Lajos francia király egyik diplomatája, egy-két évvel Mátyás halála után azt írja, amikor az akkori Európát ismerteti, és az akkori Európa legnagyobb uralkodóit, akkor először idézi ugye a saját gazdáját, 11. Lajos francia királyt, annak ellenfelét, Merisz Károly burgundiai herceget, 4. Edvárd angol királyt, és utána azzal folytatja. Ebben az időben még két igen bölcs és vitéz uralkodó élt, az egyik volt Mátyás a magyarok királya, a másik Mehmed a török szultán. És akkor ezek után elemzi Mátyást, aki hatalmas győzelmei voltak két császárral szemben, és élete végén már nem volt ellensége. Ez megint egy kicsit itt az előző film így visszaköszön ebben a mondatba, és ezért ekkor igen pompakedvelő lett, és hát így végül az akkori Európa 5 legjelentősebb uralkodói közé számították. Kubinyi András említette itt Mátyásnak az adóztató kedvét, amivel ugye nem volt arányban az alattvalók adózó kedve, nyilván. Most erről eszembe jut nem a pénztárcám, hanem a látott film egyikben hallottak egy része, amikor arról volt szó, hogy Mátyás hát körülvette magát művészekkel, tudósokkal. Erről egy aktuális probléma asszociálódik számomra. A művész és a mecénás mai viszonya, mivel ugye tudjuk, hogy ebben jócskán voltak problémák az elmúlt időszakban, hát most sem mondhatnám, hogy minden rendben van. Most érdekes, hogy Mátyás, hát jó lett a kor szellemének megfelelően, elvárta, hogy a maga humanistája, még az olyanok is, mint Janus Pannonis, aki tudjuk, hát Itáliában világszínvonalú képzést kapott, hogy hát ugye dicsőítse a maga tetteit, és Janus ezt vállalta is, hiszen maga mondta, hogy a költő az tudósító is, éppen ahol menti ki magát, hogy azért nem egy csatába egy alkalommal, mert hát őneki legyen valaki, aki tudósít a csatáról, de ugyanakkor a Mátyásban megvolt a kellő tolerancia is, szóval nem voltak különleg előre meghatározott elvárásai. Ő is jobban szerette, hogyha hájjal kenegetik, de el is tűrte, hogyha egy kicsit görbetükröt mutatnak neki is. És hát ezt Janus ugye a tehetségéhez mérten nagyon színvonalasan csinálta, és itt jön a legvisszat adó kérdésre. 67 körül lefordította a király számára Plutarchosz a királyok és hadvezérek bölcs cselekedeteiről című művének egy részletét,
És ott az elején ugye egy avval kezdi a játékporításba, ugye ez áll elől, hogy a perzsa Kürosz, ugye azt mondta, hogy a perzsák nagyon szeretik az olyan királyokat, hogy meghajlott az orra, mondja. De ugyanez a Kürosz mondja, hogy ez a Kürosz azt is mondja, hogy vannak olyan alattvalók, akik nem szeretnek javakat szerezni, azok elviszik a másokét. És a királynak mindenképpen különbnek kell lenni, mint az alattvalónak. Most nem hivatkozhatnék, nem akarok arra hivatkozni, hiszen ez közismert, hogy a Mátyás és a Vitézféle összeesküvés, hát tényleg, amikor hát Mátyásnak, amikor ugye Vitézék a nagypolitika mezeire tévedtek, hát ott már korán sem volt ugye ennyire toleráns, de kisebb dolgokat még tolerált, és szintén ebben fordításban van egy nagyon ravasz motív megfogalmazása, illetve nagyon érdekes fordítás részlete Jánusznak, ami arra utal, hogy Jánusz, amikor mint királyi követ 1465-ben Pál pápánál járt, segélyért a török ellen, és hát egyéb okokból is, akkor ez a küldetése nem volt egészen sikeres, és akkor nyilvános személyre vethették, hogy hát milyen bölcső, és a gyakorlatban hát mégis kevésbé eredményes, és akkor szinte föltállalja ebbe a fordításba Jánusz azt, hogy megkérdezik a bölcstől, hogy hát hogy van az, hogy csak a szavakban eredményes tettek be nem. Erre mondja a bölcs, hát azért nem, mert a szavaimnak magam vagyok az ura, a tetteimnek pedig a király, vagy a fortuna. Hát úgy látszik, akkor se tolerálták már azt, amikor az írók a politika mezeire tévedtek, az alkotást várta el a mindenkori állam tőlük. Szabadna egy szót csak még a toleranciához, ugyanis Mátyás alapjában véve a korabeli Európa egyik legtoleránsabb uralkodója volt, ha arra gondolunk, hogy amikor trónra lépett, egyrészt a saját börtöne és a bátyja kivégzéséért senkit se vont felelőssé, és utána is soha egyetlen egy lázadó főurat nem végeztetett ki, és csak nagyon ritka esetben vetett börtönbe. Pedig ugyanakkor Európában még harmadik Frigyes császár is végeztetett ki lázadó urakat. Én annyit tennék ehhez hozzá, hogy azért, bocsánat, ez a tolerancia azért a magyar politikai hagyományoknak a egyik gyümölcse. Magyarország sokkal kevésbé volt vérengző, legalábbis a politikai gyakorlaton és a társadalmi konfliktusok megoldásában, mint Európa nyugati fele. De én azt javasolom, hogy térjünk egy pillanatra vissza a kiinduló kérdésre, hogy akkor közelebb voltunk Európához, most pedig igyekszünk fölzárkózni, és tanulhatunk-e valamit abból, ami Mátyás idején vagy Mátyás után történt. Most az a probléma, hogy amikor ezt a kérdést föltesszük, olyan dilemmákkal találjuk magunkat szembe, amelyek akkor léteztek, nem biztos, hogy mindenki érzékelte, hogy ezek dilemmák. Ma világosan látjuk őket, de most se tudjuk őket megválaszolni. Ugye abból indultunk ki, láttuk a filmben, hogy itt népmesei figurával van dolgunk, amelyik Magyarországon is népmesei hős lett, sőt olyan vidékeken is, ahol Mátyás soha életében nem járt. Népmesehős azért lett, mert ő volt az utolsó erős központi hatalmat megteremtő magyar király, aki hódított, aki kultúrára tudott költeni, aki a magyar határokat, ugye majdnem Berlintől a Vaskapuig ki tudta terjeszteni, persze ez nem mai értelemben lett, hódítóháborúkról volt szó. És ez a figura annak ellenére, hogy saját életében nyilván nem nagyon rajongott érte az ország lakossága, pár évtized a halála után bekerült a legendáriumba. Azért került be a legendáriumba, mert Mátyás halálát 3,5 évtizeddel követte a mohácsi csata és az ország széthullása, és ahogy süllyedünk a mocsárba, úgy válik ez a múltba merült figura egyre hatalmasabbá, egyre impozánsabbá. Most a dilemma ott van, hogy amikor mi ezt a valóban kultúrhírosznak tekinthető,
ügyes gazdaságpolitikát folytató, katonailag páratlanul tehetséges embert nézzük, akkor szembe kell avval a kérdéssel is találnunk magunkat, hogy az, amit ő az országgal egyebekben csinált, az most hát előbbre vitte az ország szekerét, vagy nem. Ha a török kérdést nézem, akkor ez volt az egyetlen megoldás, egy erős országot kreálni Magyarországból, ahol a ország összes gazdasági erejét adott pillanatban fel lehet katonai célokra használni. Erre csak ez az uralmi forma volt. Erre csak ez az uralmi forma adott lehetőséget. A probléma ott van, ugyanakkor ez az uralmi forma, ez nem Európa felé vezetett. Ugye Európa ekkor a rendi társadalmak kiteljesedésének a korában van, és Magyarországon pontosan Mátyás hatalomra lépését megelőző időkben, néhány évtizedben jön létre az a valami, amit ma rendi társadalomnak nevezünk. Amikor a királyi tanács ténylegesen bele tud már szólni az uralomba, nem csak társ, hanem időnként diktál, amikor a országgyűléseken megjelennek a köznemesek, kikövetelik a maguk részét a hatalomból, tehát kezd létrejönni az a valami, ami Nyugat-Európában már évtizedekkel, egyes esetekben évszázadokkal korábban megvolt, és amiből mai szemmel az egész európai fejlődést le lehet vezetni, tehát az egyéni és kollektív szabadságjogok egyre nyíltabb érvényesülését. Most Mátyás ezek ellenében politizál. Tessék nekem megmondani, melyik lett volna a jobb, hagyni szabadjára a rendi fejlődést? A Jagellókorban ez megtörtént az ismert eredménnyel. Közbeütött a török. Vagy tovább folytatni a mátyási politikát és kockáztatni ebben, hogy a törököt ugyan elhárítjuk, de magunk válunk bizonyos fokig társadalmilag törökké. Tehát ezért nem olyan egyszerű azt kijelenteni, hogy a népmesei hős az nem a valóságban gyökeredzik, valóban nem abban gyökeredzik, de a nép számára vagy azon kultúrpolitikusok, írók, könyvkiadók számára, akik a Mátyás legendáriumot a maguk módján részben megteremtették, részben közkincsétették, azok számára ez a második kérdés lett fontosabbá. Tehát meg lehet-e védeni az országot másképpen? Úgy látták, hogy nem. Az már a mi számunkra probléma, hogy ebből lehetett volna egy valóban modern Európa, hogyha Mátyás nem úgy politizál, vagy, ugye, és itt még megint meg lehet fejelni a problémákat, vagy pedig a magyar rendi fejlődés messze van Európától, nem arra mutat, hanem arra, amerre Lengyelország ment már ebben az időben is, és tudjuk, hogy az a 18. században Lengyelországot úgy semmisítette meg, hogy még a török se kellett hozzá. Szabad egy kicsit ezzel vitatkoznom. Tudnélik, a következő a szituáció. Hogy teljesen igazad van abban, hogy Európában a 15. század közepén egy erős rendi föllendülés van, és pontosan ugyanúgy Magyarországon. Ellenben érdekes módon, pontosan Mátyás uralkodásában Európában mindenütt a rendiségnek egy hanyatlása van. Egy időre lecsökken a rendiségnek az ereje, és tulajdonképpen talán pont ezért sikerült Mátyásnak a magyarországi erős rendekkel szemben egy erősebb kormányt létrehoznia, mert ebben az időben mindenütt Európában gyengébb a rendiség. Azonban még visszatérnék a török problémára. Hát először is Mátyásnak a legnagyobb érdeme a törökkel szemben az volt, hogy létrehozott egy olyan déli végvári rendszert, amelyik azután az országot megőrizte. De azonban itt megint jön egy nagyon érdekes dolog, aminek viszont egy távolba is vezető lépés jelent. Tudnélik az, hogy Mátyás alatt lényegében kisebb területen, de létrejött a Dunai Monarchia, tehát Szilézia, Lausitza, Morvaország, Alsó-Asztria és Magyarország között. Tulajdonképpen az a Dunai Monarchia, amit később a Habsburgok valósítanak meg. És ha arra gondolunk, hogy Magyarországnak a jövedelme, Mátyás maximális adóterhét is beszámítva, nem volt több, és nem is minden évben 800.000 aranyforintnál, és ugyanakkor pedig a török szultának 1475-ben 1.800.000 forint volt a jövedelme. De ez önmagában véve bizonyítja, hogy török elleni háborút végezni öngyilkosság lett volna Magyarországról. Tehát ott látom Mátyásnak a későbbi idő felé vezető politikai helyes lépését, hogy egy ilyen Donau-monarchii
alapítása irányába tette meg a lépéseket, az már egy külön pech, hogy ezt neki nem sikerült megcsinálni. Azzal egyébként egyet értek, hogy a magyarországi rendiség és a lengyel rendiségnek később milyen negatív hatása volt, de sajnos megint csak oda kell kiukadnunk, amiről kiindultam a gazdasági életből. Ott azokban az országban a rendiség pozitív szerepet játszott, ott a rendiség elsőben a városokra és a városi polgárokra támaszkodott. De most láttuk itt a filmben ezt a megjegyzést, hogy a Magnifico úgy kiáltott fel, amikor meghalt Mátyás, hogy olcsóbbak lesznek a könyvek, vagyis magyarán szólva számonta tartották Magyarországot, mint kulturális kincsekkel, értékkel rendelkező országot, vagyis hát az ő udvarát. Nem is egészen helyes a kifejezés, nem számon tartották, hanem amit mi nem nagyon szoktunk valamilyen különleges szerénységből hangoztatni. Magyarország volt abban az időben a reneszánsz művészeteknek, mentalitásnak, filozófiának és irodalomnak, hogy úgy mondjam, a központja. Ez nem vicc, mert ugye azt hiszük, hogy a Vatikánban, Firenzében, Urbinóban vagy Nápolyban ugye előbbre jártak ezen a téren, ezek azonban apró kis városok voltak. Akár milyen szempontból vetjük is egybe, mi mondjuk Firenzét Magyarországgal, Magyarország egy világbirodalom volt. Ahhoz képest, amilyen erővel, katonai, egyéb gazdasági potenciállal rendelkezett, még Velence is, amelyik pedig nekünk kölcsönadott, amelyik ugye a markába tartotta a magyar kereskedőket. Ha történetesen egy háborúra kerül sor Magyarország és Velence között, hát ugye azt mi, hogy úgy mondjam, a félfogunkra se lett volna elég. Egész Európában Magyarország volt az egyetlen olyan birodalom, amelyiknek az élén egy reneszánsz uralkodó állt, és amelyik, ha ezt nem is tudta, hogy úgy mondjam, állami ideológia szintjére emelni a reneszánsz gondolkodás módot, de igenis a fél Európára kiterjesztette. Azt sem nagyon szoktuk hangoztatni, hogy a humanizmus, a tudományosság is, és a reneszánsz stílus is innen ment tovább Európába. Bécsbe személyesen Mátyás és az udvarra vitte magával, Lengyelországba vitték azok a lengyel diplomaták, akik a budai és a bécsi udvarban Mátyásnál megfordultak. A lengyelek legnagyobb humanistája ugye a Kallimachus Experience, aki Mátyástól vitte az úgynevezett új platonizmust Lengyelország. Szolgálhat ez olyan tanúsággal esetleg, hogy most, amikor esetleg nem győzzük az anyagiakkal, a technikával, hogy nagyobb figyelmet kellene fordítanunk a meglévő kulturális értékeinkre, kapacitásunkra, hát ha újra ennek exportja révén válhatunk európaivá? Ezt szoktuk mondani, hogy a magyar szellemi export az az egyik legnagyobb kincsünk, hogy aztán világhatalomra tudunk-e vele szert tenni, nem tudom, de minden esetre nagyon alaposan megtámogathatja az egyéb törekvéseinket, ez nem vitás. Én talán azt mondanám, hogy a műsor vége fele úgy egy-egy mondatban mindenki mondaná el, hogy mit ajánlana politikusaink, pártjaink figyelmébe Mátyás uralmából. Talán csak egy-egy ezt, mondatban. Ezt. Kultúráról ez egy szó. Mátyásban szerintem az is európai volt, hogy ugyanakkor, amikor itt és most európai kultúrát, színvonalú kultúrát akar teremteni, akkor nagyon is figyelemmel volt a hagyományokra, a tradíciókra, tudta, hogy ez nem a semmiből jön ez a kultúra. Épp azért volt a később humanista szellemiségnek viszonylag ellentmondott, ennek ellenére ugye nagyra becsülte az egyházat, a szerzetes rendeknek a kultúra hordozó tradícióját, és csak ha már Pécset készül az a felvétel, például az egyetemi tradíciót. Hiszen amikor éppen a Pozsony Egyetem megalapításán gondolkodott, akkor a pécsi Janus Pannonius küldte ki, a pécsi püspök Janus Pannonius Rómába, aki annak a Pécsnek a püspökét, ahol az első magyar egyetem megalapítódott. Én itt tennék mindenhez hozzá, hogy éppen a Mátyás megítélés körüli vitákkal kapcsolatban azt is érdemes talán elmondani, hogy nagyon-nagyon nehéz még a több száz év múlva is visszatekintve egy időszakra azt eldönteni, hogy ki hogy ítélte meg az adott pillanatnyi tennivalókat és a hosszú távú tennivalókat.
A Mátyás körüli viták jobbára erről folynak. Kisbirodalom alapítási kísérlet, későbbi török ellenes célok, családi politika, legitimációs küzdelem, ugye egy parvenű uralkodó a több száz éves dinasztiákkal szemben. Ma se tudjuk eldönteni, hogy mi volt. Tehát én azt mondanám, hogy ha valamit hasznosíthatunk ebből a korszakból, hogy próbáljuk pontosan megfogalmazni a céljainkat és a feladatainkat, önmagunknak is segítünk vele, és akkor elkerülhetjük talán azt, hogy pár száz év múlva nálunk okosabb történészek azon vitatkozzanak, hogy a 20. század végén Magyarországnak mik voltak a távlati, mik voltak a közelebbi céljai, ki hogy gondolta, és miért csinálták azt, amit csináltak. Két szó csúcsosodik tehát akkor ki ebből a beszélgetésből. Az elején sok szó esett a toleranciáról, utána pedig a kultúráról. Azt hiszem, most nagyon fontos mindannyiunk számára, hogy ezt a két tanúságot tegyünk magunkévá, a toleranciát és a kultúra magasfokú emelését és általánossá tételét. Köszönöm figyelmüket! Thank you.